családi vonás, és a lengyel származású vagyok anyai ágon, és a lengyel nagybátyám, az ő orvos volt. És a családban más orvos nem volt, és ez is inspirálta arra, hogy az orvosi pályát válaszom. A Kesztei strandon voltam, és az ottani szemészfőorvos, a Szalóci Pál megkérdezte tőlem, hogy választott, 5 éves voltam, választottam-e szakmát. Mondom, még nem. És azt mondta nekem, legyél szemész, ez manuális is, meg konzervatív is, nagyon jó szakma. És ez az a pillanat, amikor a fülembe tette a bolhát, ha szabad így fogalmaznom, és ekkor döntöttem el, hogy én a szemészetet választom. Én nagyon-nagyon örülök neki, hogy embereken segíthetem, betegeket gyógyíthattam, és több száz, több ezer embernek tudtam visszaadni a látását. Ez nagyon nagy megelégedettséggel és örömmel tölt el. Ez a lényeg az egész tevékenységemben. A másik dolog pedig az, hogy mindezt Tolna megyében végezhetem, hiszen 9 éve dolgoztam a Pécsi Szemklinikán, és utána jöttem Szekszárdra, és itt 41 évet töltöttem el. A tulajdonképpen az életem legnagyobb részét itt töltöttem, pláne a szakmai részét. És nagyon megszerettem Tolna megyét, nagyon megszerettem Szekszárdot, és úgy érzem, hogy teljesen Tolna megyei lettem. A város, az emberek, a táj, minden ide köt engem. Egyetemista koromban kezdtem el vívni Pécset a Peacban, 20 évet versenyeztem, és amikor átjöttem Szekszárdra, akkor itt edzősködtem, és később a szakosztálynak a vezetője lettem, és nagyon örülök, hogy a sportban is tudtam tevékenykedni, illetve hát a sport révén is tudtam segíteni az egészségesebb életmódban a fiataloknak, az embereknek. Nagyon hálás vagyok és köszönöm a városnak, a közösségnek, hogy így értékelték a munkámat.